Autók az árokban, jégpáncél utakon, járdákon, nehezebb volt a közlekedés. Sikeres év zárult, színes programokkal teli új év kezdődik a Váci Mihály Kulturális Központban. Jégpálya, megérkezett a 20.000. Látogató. Híradó a Nyíregyházi Televízióban, jó estét kívánok! Autók az árkokban, jégpáncél utakon, járdákon, az ónos eső miatt gyalog és gépjárművel is csak lassabban, óvatosabban lehetett közlekedni csütörtökön Nyíregyházán és a megyében. A városüzemeltető cég az összes géppel dolgozott, hogy kezelje a hirtelen síkossá vált utakat. A kilátások kedvezőbbek, holnapra már enyhébb, szárazabb időt jósolnak. Akár korcsolyázva is lehetett volna közlekedni csütörtök reggel Nyíregyházán. Az ónos eső miatt jégpáncél alakult ki a járdákon, utakon, és ráfagyott az autókra is. A nyugati elkerülőn több autó is megcsúszott a jeges úton. 5 járművet az árokból kellett kihúzni, de nem volt jobb a helyzet a belvárosban sem. Nagyon csúszós, óvatosnak kell lenni. Egyes helyeken csúszik nagyon. A sofőrök azt mondták, nagyon óvatosan kellett közlekedniük, ha pedig kiszálltak az autóból, csak tipegve lépdeltek. Rettenetesen csúszott kocsival is óvatosan kellett gépészkedni. Reggel meg, ha sétálni akartál, mondjuk elhoztam ide a szép feleségemet, akkor nagyon-nagyon óvatosan, mert hát tiszta jégpáncél volt minden járda. A jégpáncél miatt kora reggel óta sózták az utakat, a járdákat, a Nyír VV gépei. Délelőtt a Társaság út- és közterületkezelési csoport vezetője még arról számolt be, hogy minden járművük az utakon dolgozik. Az ónos eső megérkezett hajnalban valóban a városban. Társaságunk minden létező gépével, eszközével kint van az utakon reggel óta, a sózás folyamatban van. Főútvonalakon nagyobb problémákat ez nem okozott, ez az ónos eső, főleg a járdákon és az alsóbrendi utakon tapasztalható még jegesedés, de ezen folyamatosan dolgozunk, hogy minél hamarabb megszűnjön. A Nyír VV és az önkormányzat arra is felhívta a figyelmet, hogy az ingatlanok előtt minden tulajdonos köteles elvégezni a síkosságmentesítést. Erre azért is szükség volt, mert délutánra a keleti országrészre narancsriasztást adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat ónos eső miatt. A kilátások már jobbak, péntekre szárazabb, enyhébb időt jósolnak az előrejelzések, és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is előbújhat a nap a felhők közül. Finanszírozásról és konszolidációról tanácskoztak az egészségügyi gazdasági vezetők egyesületének 2020-as első régiós ülésén a Józsa András Egyetemi Oktatókórházban. 80 milliárdos hiánnyal kezdték a 2020-as esztendőt a Magyar Államkincstár hivatalos adatai szerint a hazai egészségügyben. Ennek egy részét zökkenőmentesen konszolidálja a kormány, másik részét viszont szigorú feltételekhez köti. Részleteit egy december végi kormányrendeletből ismerhetik a szakemberek. Nagyon összetett ez a dolog, tehát finanszírozási hiányokról beszélünk, ugye kb. 25 éves most már ez a finanszírozási rendszer, aminek az aktualizálása azért nem történt meg az évek alatt, holott az idő elhaladt, minden drágább, a fenntartások drágábbak, tehát egy finanszírozási reformra is szükség van, meg mind a mellett, amit olvashatunk a betegutaknak, a tévék teljesítményvolumen korlátoknak, tehát nagyon-nagyon sok mindennek a reformjára van ahhoz szükség, hogy kilátás legyen arra, hogy konszolidálódjanak tényleg az intézmények. Elkezdődött tehát a folyamat, melynek konkrét intézkedései még ismeretlenek, fogalmazott az egyesület elnöke, aki a Balatonfüredi Állami Szívkórház gazdasági igazgatója. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kórház intézményei az előző évekhez hasonlóan most is konszolidációs támogatást kaptak, melynek összege még ismeretlen. Intézményünknek ugye az adósságállomány az elmúlt évben valóban növekedett, azonban ha ezt számszerűsítjük tulajdonképpen, akkor a mi 60 napon túli adósságállományunk az összköltségvetésünk, éves költségvetésünknek csupán az 1,4%-a. Tehát ez még egy minimális összeg. A kórház főigazgatója szerint a konszolidáció után kezelhető lesz a költségvetési hiány, de ő is reméli a reformokat, a struktúra átalakítást. Helyén való a kérdés a legköltségesebb ágazat ügyében.
Ezek a területek, a sebészeti terület, ahol olyan nagyfokú, hogy mondjam, műszerfejlesztések zajlottak le, amelyek nincsenek hozzáigazítva a finanszírozáshoz, de ezen dolgozik az egészségügyi kormányzat, én bízom benne, hogy ez meg fog változni és rendeződni fog. A kormány az EMMI-nek, az Állami Egészségügyi Ellátóközpontnak, a Nemzetgazdaság és a Honvédelmi Minisztériumnak adta ki a rendeletben megfogalmazott feladatokat, melyek a szakemberek szerint határidőt is tartalmaznak. Népszerű a városi jégpálya, szerdán már a 20 000. Látogatót köszöntötték, a létesítményben a hétvégén utánpótlás jégkorongtornát rendeznek. Szeretném megköszönni azt, hogy ilyen aktívan részt vett eddig is a jégpályán. Egy kislány révén egy csokor virággal szeretnék kedveskedni neked a sportcentrum jóvoltából, és egy 10 alkalmas tiszteletjegyet szeretnénk neked átadni. Ez át nem ruházható, ezt neked kell lekocsiázni, remélhetőleg ez a jövő hét végére sikerülni is fog. És apróság a sportcentrum részéről, én bízom benne, hogy továbbiakban is el fogsz jönni ide, és sportolsz. Tamás Janka boldogan vette át az ajándékot a Nyíregyházi Sportcentrum ügyvezetőjétől. A nyíregyházi lány rendszeresen jár korcsolyázni, és a nyitás óta ő a 20 000. Látogató. Nagyon sokan járnak, és van egy ilyen csoport, ami ilyen 30-40 fő, és mi úgy mindig jövünk minden hétvégén. A jégpálya népszerű a fiatalok körében is igazi közösségi tér lett, nem csak a korcsolya szerelmeseinek biztosít helyet, de különböző rendezvényeket is tartanak a sportlétesítményben. A jövőben is folytatódik az óvikori program és a családi korcsolyázás is. Azért csináltuk a rendezvényeinket, a korisulit, az óvikori programokat, hogy minél többen és minél jobban tanuljanak meg korcsolyázni Nyíregyházán, és ennek a gyümölcsét én azt gondolom, hogy most már elkezdtük szakítani. 600 000 látogató, mint az állatparkban biztos, hogy nem lesz idén, de én azt gondolom, hogy erre az 5-6 hónapra, amikor nyitvatartás van a jégpályán, ez egy nagyon szép szám. A 2019-20-as jégkorong utánpótlás szezonban először szombaton és vasárnap is hazai pályán játszanak a Szabolcsi Solymok csapatai. Szombaton az U10-es korosztályban először láthatják a jégsport szurkolói és szerelmesei hazai pályán Kercsó Árpád mesteredző tanítványait. A Szabolcsi Solymok mellett a Debreceni Hoki Klub és a Sátoraljóújhelyi Zempléni Hiúzok csapatai vesznek részt a tornán. Az első meccsen a Szabolcsi Solymok a szomszédvár Debrecen korosztályos csapatával játszanak. Vasárnap is folytatódnak a küzdelmek, de ekkor már a Solymok U12-es csapata ragad ütőt. A vasárnapi tornán a nyíregyháziak a Kiskörös, a Kazincbarcika és a Kecskemét csapatait látják vendégül. A nyitómeccs szintén 10 órától kezdődik. Mindkét tornára a belépés ingyenes. A jégkorong mérkőzések napján módosul a közönség korcsolya nyitvatartása. Mindkét alkalommal 14 órától lesz nyitva a nagy közönség számára a jégpálya. 95 éves lett Molnár Jánosné Ilonka néni, ebből az alkalomból Nyíregyháza önkormányzata is köszöntötte. Ilonka néni szerint a hosszú élet titka a munka és a szerelem. Gratulálok a 95. születésnapjához, Ili néni. Lövei Csaba önkormányzati képviselő és Simai Istváné a Szociális és Köznevelési Osztály munkatársa köszöntötte Molnár Jánosné Ilonka nénit. Hagyomány, hogy Nyíregyházán felköszöntik a szépkorúakat. Ilonka néni Pusztadoboson született, édesapja hadirokkant, édesanyja háztartásbeli volt, összesen 8 gyerekük született, Ilonka néni a 3. gyerekként látta meg a napvilágot. Szülőfalujában egy óvodában szakácsnő volt, majd visszavonult és háztartásbeliként folytatta mindennapjait. Hosszú és boldog házasságban éltek 2012-ig férje haláláig. Ilonka néni vallja, hogy a munka és a szerelem a hosszú élet titka. A napjai ma is vidáman és aktívan telnek, sokszor szívesen mesél a régmúltról is. Sétálok, kicsit lefekszek, annyira a tévét se szeretem, úgyhogy elfoglalom magamat, de csak nem a munkával, nem engednek dolgozni már. Mert a család együtt volt, akkor rendeztem, a gyerekek mentek iskolába, minden rendben volt, igaz aranyos jágyam. Vasalt, cucc, minden készítve, ennivaló még, mire jöttek, sütöttem, főztem. Hát jobban, mert a családdal voltam elfoglalva. Az uram se engedett dolgozni. Ő szegénykém elment dolgozni, de engem nem hagyott. Ilonka néniről a lányai gondoskodnak a férje halála óta, rengeteg szeretetet, törődést és odafigyelést kap tőlük. Rendszeresen látogatják az unokákkal együtt, még Budapestről és Vásárosnaményból is.
amíg mindig életvidám Ilonka nénit. Nagy a család, 6 unokája és 3 dédunokája is van. Az Emmaus Evangélikus Szeretet otthonba 2019. januárjában költözött. Ilonka nénit a lakótársai is rögtön megkedvelték és a szívükbe is zárták. Születésnapja alkalmából a meghívott vendégeken és családján kívül a szobatársak is felköszöntötték. Sikeres év zárult, színes programokkal teli új év kezdődik a Váci Mihály Kulturális Központban. Mindjárt jövünk a részletekkel, előtte még nézzük a nap további híreit. Ráfutásos baleset történt szerda délután a Kemecsei úton. Személyi sérülés nem történt, az anyagi kár jelentős. A helyszínen is ideje alatt váltakozó irányban haladt a forgalom. Szintén szerdán az esti órákban gyalogos gázoltak a Simai úton. Az elütött férfi nem a járdán, hanem az úttesten közlekedett. A mentők kórházba szállították, a rendőrség vizsgálja a baleset körülményeit. Őszgázolás történt Nyírpazonynál szerda este. Az állat megsérült, értesítették a vadásztársaságot és az állatorvosi szolgálatot. Csütörtök reggel 7 órakor gyalogost ütött el egy haszongépjármű a Szalag utcán kijelölt gyalogos átkelőhelyen. A gyalogos megsérült, a mentők kórházba szállították, a rendőrség vizsgálja a baleset körülményeit. Baleset sorozat történt szintén csütörtök reggel a 338-as nyugati elkerülő főútvonalon. Több gépkocsi is sárokba csúszott, nem vették figyelembe a megváltozott útviszonyokat. Sikeres évet zárta a Váci Mihály Művelődési Központ, az új évben is színes programokkal várják majd a városlakókat. Idén is nagy nevek érkeznek az intézménybe, többek között Sel Judit, Esztergályos Cecília, Mészáros Árpád Zsolt és Halász Judit is. Ez a balett előadás is egy sikeres produkció volt a rengetegből, ami a Kulturális Központban vonzotta a közönséget. Ám az előző évben is az egyik legsikeresebb, a Lehozzuk Önnek a Csillagokat rendezvény sorozat volt a Váci Mihály Kulturális Központban. Összességében pedig számos sikeres előadást tudhat maga mögött az intézmény. A meghirdetett programokra már jócskán a bemutató előtt elfogytak a jegyek. A művelődési házban nem csak színházi programokat és koncerteket láthatott a nagy érdemű, hanem például a Szépkorúak Akadémiája is sok érdeklődőt vonzott rendszeresen. A gyerekek családok körében pedig nagyon közkedveltek a vasárnaponként szervezett matiné előadások is, ahol a színházi élményen kívül a kicsiket egy kreatív foglalkozás is várja. Ahogy az elmúlt évben, idén is nagyszabású kiállításokkal színesítik a programot. Büszkék vagyunk, hogy országos szinten is kiemelkedő a látogatottságunk a Kulturális Központnak. Mióta Agora funkciókat kaptunk, szépen felújították az épületünket. Nagyon sokan szeretnek, divatos lett a Kulturális Központ rendezvényeire járni. Mondhatom, összintézmény szinten körülbelül 400 000 látogató, illetve szolgáltatásainkat igénybevevő volt a tavalyi évben. Szeretnénk ezt a sikersorozatot ebben az évben is folytatni. Nagyon népszerű a Lehozzuk Önnek a Csillagokat című program sorozatunk. Azt hiszem, hogy talán ez a legnívósabb és legnépszerűbb sorozat, amit a nyíregyháziak látogatnak. Bár az idei programlista még nem teljes, de a február 15-én látható Máté Péter és Cserháti Zsuzsa emlékkoncert már teltházas, ahol fellép Szinetár Dóra, Serbán Attila és Szomor György is. Márciusban érkezik Sel Judit és László Boldizsár, illetve áprilisban is több előadás várható a Lehozzuk Önnek a Csillagokat programsorozat keretein belül. Az idei év egyik nagy durranása lehet egy újabb operett előadás, illetve egy magic show, valamint a Szabolcs megye lordjai és városunk szülötte Mészáros Árpád Zsolt is fellép a Kultúrház színpadán. A Váci Mihály Kulturális Központ további programjairól az intézmény honlapján, közösségi oldalukon tájékozódhatnak, illetve érdemes böngészni a nyíregyháza.hu városi webportált is, ahol valamennyi közelgő esemény megtalálható. A kupagyőztes és a bajnok találkozott a női röplabda extra ligában, a Fátum Nyíregyháza a Vasast fogadta, és a hazai csapat jó játékkal győzött. A két gárda vasárnap ismét találkozik.
2020-ban először lépett pályára bajnoki meccsen a pirosmezes Fátum Nyíregyháza, az ellenfél pedig rögtön a bajnoki címvédő Vasas volt. A fővárosiaknál Abdulazimova hiányzott, az azeri válogatottal olimpiai selejtezőn vesz részt, Kostelanska pedig sérülés miatt nem játszhatott. Hazai oldalon a libero Tóth Fruzsina játéka még a meccs előtt is kérdéses volt, ezért Hollósi László vezetőedző átszervezte a csapatot, és egy másik liberót, a testvér Tóth Dalmát is bevetette. Mint 75 perccel később kiderült sikerrel. A Nyíregyháza kezdett ugyanis jobban, és az első szedben 16-12-nél 4 ponttal meglépett, majd 24-19-nél több szetlabdája is volt, de a Vasas rendre hárította őket. Végül mégis sikerült megnyerni a játszmát, így vezetett a Fátum. A második felvonásban is jól játszottak a miénk, az amerikai Lóme mellett Varga Elizabeth is ponterős volt, Genesis Francesco pedig remek labdákat adott, így végül nyerte ezt a játékrészt is a Nyíregyháza. A harmadikban is végig a nyíregyháziak vezettek 3-4 ponttal is, de 17-17-nél egyenlítettek a fővárosiak. A végén azonban megint pontosabb volt a hazai csapat, és 3-0-ra megnyerte a találkozót. Hullámzó volt a játék, de ami nagyon fontos, a játszmák végén mindig pontosabbak voltunk, köszönhetően annak a kemény munkának, melyet az elmúlt időszakban végeztünk, mondta Molly Lohmann, a Fátum Nyíregyháza amerikai centere a lefújás után. A csapatban több jó egyéni teljesítmény is volt. Stabilitásban mindenképp én úgy gondolom, hogy ez volt a kulcspont, talán ezzel sikerült a Vasas fölé emelkedni. Az azért a képhez hozzátartozik, hogy a Vasasnál voltak hiányzók, tehát az azerbajdzsáni center, illetve a szlovák válogatott négyesítőjük nem volt, illetve hát ugye a Kostelenszka például sérült volt, úgyhogy nyilván ez egy kicsit úgymond árnyalja a képet, de hát nekünk most nem kell ezt megmagyarázni, sikerült nyernünk 3-0-ra, ez a legfontosabb. Vasárnapi már egy másik mérkőzés lesz, nézem az olimpiai selejtezőket, valószínű, hogy az azerbajdzsáni center. A két együttes vasárnap a fővárosban találkozik. Híradónk végén nézzük fő híreinket még egyszer, néhány mondatban. Autók az árkokban, jégpáncél utakon, járdákon, az ónos eső miatt gyalog és gépjárművel is csak lassabban, óvatosabban lehetett közlekedni csütörtökön Nyíregyházán és a megyében. A város üzemeltető cég az összes géppel dolgozott, hogy kezelje a hirtelen síkossá vált utakat. A kilátások kedvezőbbek, holnapra már enyhébb, szárazabb időt jósolnak. Finanszírozásról és konszolidációról tanácskoztak az egészségügyi gazdasági vezetők egyesületének 2020-as első régiós ülésén a Józsa András Egyetemi Oktatókórházban. Népszerű a városi jégpálya, szerdán már a 20 000. Látogatót köszöntötték, a létesítményben a hétvégén utánpótlás jégkorong tornát rendeznek. A Nyíregyházi televízió híradóját látták, jön az időjárás jelentés. Friss hírekkel holnap is várjuk majd Önöket, nézzenek minket akkor is, viszontlátásra!